A 15. rész 35-től az 58-ig terjedő versek eképpen vannak a Szentírásban megírva. De megkérdezhetném valakit, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit elvetsz, nem kell életre, míg elő meg nem halt, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másik. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes annak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az emberké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényesekben különbözik, fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember, Ádám, élőlényé lett. Az utolsó Ádám pedig megjelenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember a föld korából való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyan a földiek is. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyiek is. És amit viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyiek képét is. Azt mondom testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlatóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindannyian meghalni, de mindannyian el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak, romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a haladónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a haladó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, reménykedhetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy változásotok nem hiába való az Úrban. Eddig tartott felolvasott igénk, Isten áldja meg szent igének olvasóit, hallgatóit és szívbefogadóit, hogy ezek gyümölcsöket teremjenek mi életünkben. Gyertek ezért forrászkodni. Mindenható mennyei egyáltalán Isten.